Hangos film, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében, politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes. Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A múlt heti adáshoz hasonlóan maradunk a 19. század végi Magyarországon, és a korszak térségre jellemző politikai és társadalmi hátterét elemezzük, hogy következő a témához kapcsolódó filmünk, a Napfény íze, azon részleteiben is felismerjük a többlettartalmat, amelyek eddig talán elkerülték a figyelmünket. Hajrá! Sorozatunk célja továbbra is a liberalizmus, mint eszme és mint politikai irányzat fejlődésének a megismerése. A választott filmekkel a 18. századtól kezdtük az utazást, mostanra Európa több országában, valamint az Egyesült Államok különböző régióiban is megvizsgáltuk, milyen módon alakult ki és milyen ütemben formálódott a liberalizmus. Pár Ádám történész, politológus elmondta, hogy közeledve a polgárosodáshoz nem csupán az alappillérek egyeznek meg a világnézet modern korban ismert változatával, hanem az is észrevehető, hogy a liberalizmus a korabeli államokban egyre inkább hasonlóan fejlődik. Nem véletlenül választottuk a Napfény íze című drámát, hiszen a vizsgált eszme alapvetése a jogegyenlőség megvalósítása, így a kisebbségeknek a többségi társadalomba való integrálását is célul tűzte ki. Ahogy két adással ezelőtt Andrzej Wajda az Ígéret földje című drámájában elemezte Pár Ádám a korabeli lengyelországi zsidóság helyzetét, úgy a múlt héten a magyarországi viszonyok bemutatásába fogott bele. Ma ugyan tovább folytatjuk a speciális környezettanulmányt, de teszünk némi kitekintést a környező európai államokra. Mások mellett körülnézünk a korábban már vizsgált Lengyelországban, de megemlítve ismét a Dreyfus pert és annak legutóbbi filmes ábrázolását, a korabeli francia társadalom kisebbségpolitikája is górcső alá kerül. Pár Ádám, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa a mai, vagyis a 25. részben a 19. századi Franciaországban megjelenő modern antiszemitizmusra adott válasz elemzésével kezdi a beszélgetést. A nyugat-európai zsidóság jelentős része kifejezetten ugye kikérte magának, megsértődött, hogy az ő hazafiságát vagy integráltságát bárki kérdőre vonja. Ez egyébként nem csak az antiszemitákat érte, hanem fordítva, tehát az 1890-es években a cionista mozgalom is azzal küszködött, hogy Nyugat-Európában, de még akár Pesten is, vagy Budapesten, most már nevezhetjük így. Az akkor már nem Pest-Buda volt, akkor hanem már Budapesten is, ugye, ezt kikérték maguknak a magyar zsidó polgárok, kikérték azt, hogy valaki elvitassa őket, hogy ők elsősorban annak a népnek, annak a nemzetnek a fiai, amely között élnek, és nem kívánták magukat egy külön népnek látni. Sőt, egyébként ugye ezt a külön népiséget is kicsit rokon gondolatnak találták az antiszemita gondolattal, csak a másik oldaláról, tehát, hogy ahogyan az Karl Lüger, a bécsi polgármester, Istóci Győző, Charles Maurras, hogy most ilyen nagyon híres antiszemitákat mondjak, ugye őket el akarták távolítani, ugyanúgy a cionizmus is azzal vádolták, hogy őket, igaz, kicsit pozitívabb módon, de szintén el akarja távolítani, tehát az nagyon asszimilálódni kívánó zsidó polgárok úgy érezték, hogy ők vannak támadva minden oldalról, és persze ugye néha ez egyfajta vakságot is jelentett, tehát néha összekeveredtek itt a barát meg ellenfél vonalak. Ugye mindenki hallott az idősebb Alexandre Dumasról, de most nem róla fogok beszélni, hanem a fiáról, az ifjabb Alexandre Dumasról. Ugye az ifjabb Alexandre Dumas írt egy darabot Claude Neje címmel. Ebben szerepel egy Daniel nevű zsidó fiú, és ez a Daniel arról beszél a darabban, hogy neki minden álma az, hogy a zsidókat összegyűjtse, és Palesztinába letelepítse. Ugye ezt 1870-ben írta az ifjabb Alexandre Dumas, amikor még hírét sem hallották Herzl Tivadarnak, de Moses Hessnek már igen, meg Leo Pinskernek, mert már ezt ők is felvetették ezt a gondolatot, ugye már 1850-es években van már egy zsidó bevándorlás Palesztinába, meg hát eleve is mindig élt ott egy maroknyi zsidóság,
nagyjából ez időt, tehát 25 ezer fő a 300 ezer fős arab lakosság között. Na, a lényeg tehát az, hogy az ifjabb Alexandre Dumas megírta a darabot, színpadra állították, és ezt a darabot a leghevesebben támadta a közönség egy része. De nem az antiszemita része, hanem pont a zsidó része. Mert miért rakja ki őt a hazájából? Így van, és ezeknek a zsidó embereknek a jelentős része Elzászból származott, abból az Elzászból, amelyet az 1871-es frankfurti békével a német császárság elfoglalt. Na most ezek az elzászi zsidók magukat nagyon franciának tartották, maga Alfred Dreyfus is egy elzászi zsidó gyáros családban született, tehát a német császárságban lefranciázták őket, Franciaországban meg nagyon gyakran lezsidózták őket, és akkor most azt kapják vissza a színpadon, hogy tulajdonképpen ők egy külön nép. Hát ezen nagyon föl voltak háborodva, és a franciasságukban mélyen sértve érezték magukat, és hát aztán a ifjabb Dumas még rátett erre egy lapáttal, mert Edmond Rothschild bárónak írt egy levelet, amiben kijelentette, hogy ha én az ön helyében volnék, akkor mindent megtennék annak érdekében, hogy a zsidó népnek hazát szerezzek, méghozzá az ősei földjén Palesztinában, és hát ugye ezen Rothschild báró annyira meghatódott, hogy innentől kezdve elkezdte támogatni a cionista mozgalmat, és mint tudjuk, valamikor az 1930-as években oda is temett mai Izrael területére. Úgyhogy Dumas anélkül, hogy bármifajta zsidó kötődése lett volna, mert hát tudjuk, hogy nem volt. Az idősebb Alexandre Dumasnak volt egy zsidó színésznő szeretője, de hát neki annyi szeretője volt, de ez igen, a... És ha abból nem született gyerek, akkor ez nincsen vérségi kapcsolat. Ez az ifjabb Dumas viszont nem tőle származik, tehát hogy mindenfajta kötődés nélkül valahogyan mégis azért átérezte ezt a fajta... Hát egy ilyen felemás érzületet, mert ő ugye nagyon szerette magát a szenvedők, különösen az utcalányok, prostituáltak védelmezőjének látni, és hát ő úgy gondolta, hogy a zsidóság is egy ilyen történelmi perspektívában elnyomott közösség, és tehát hogy jót akart ezzel, csak ugye pont az ellentétje sült el a fogadtatást illetően. Így ahogy közelítünk a 20. századhoz, gyűlnek a messiás komplexusos emberek, nem? Igen. Tehát, hogy tudti, hogy őt ez vezérelte? Ez volt a motiváció, hogy az két oldalról lehet nézni, hogy azt mondja, hogy jaj, hogy nekik jó legyen, de valójában menjenek innen. Nem? Tehát, hogy hát benne volt esetleg ilyen szándék? Hát megmondom őszintén, hogy erre a magyarázatra nem gondoltam, nem, hát amennyire ismerjük az ifjabb Alexandre Dumas-t, nem volt ebben ilyen negatív vélekedés, de nyilvánvalóan lehet ennek egy, adott esetben lehet ennek egy ilyen olvasata is. Ő egyébként nem nagyon foglalkozott politikai kérdésekkel, de most ugye láttunk egy olyan embert, aki kiállt a szenvedők mellett, és ugye láttuk, hogy őt úgymond megtámadt francia patrióta zsidó oldalról. Most mondanék egy ellenpéldát, egy kicsit ennek a pandantját, visszautalnék az ígéret földjére, ugye belép a titkára. Nagyon zsidó hagyományőrző gyáros szobájába elkezdenek beszélgetni, és akkor megkérdezi, hogy telt az este, és akkor mondja a gyáros, hogy jaj, elolvastam egy nagyon szép regényt, Henrik Sienkiewicznek a Tűzzel Vassal című regényét. Na most a Sienkiewicz regényében azért körülbelül mindenki, aki nem lengyel, eléggé sztereotíp módon van ábrázolva, ugye abban a regény sorozatban azért az összes Lengyelország ellenségének számító nép megkapja magáét. Jó, ez nyilván abból fakad, hogy Sienkiewicz eleve, ugye, hát a korabeli lengyel nemzettudatot szerette volna ápolni, és mondjuk nincsenek benne olyan nagy antiszemita kifejezések, de azért időnként a szereplői szájába ad ilyen 17. századi környezetben elképzelhető, hát eléggé vaskos megjegyzéseket, de ezt az embert ez nem érdekli. Őt az érdekli, hogy ez az író kiáll a lengyel ügy mellett, amiről úgy érzi, hogy az ő
ügye is. De abban biztos vagy, hogy Sienkiewicz a saját érzületét, vagy annak a mondatait adta a szereplői szájába, vagy azért mondjuk ebben az időszakban az átlag lengyel polgár az a minimum volt, hogy olyan szalonzsidózott. Már melyik időszakban? Mert... A századforduló idején. És te azt mondtad, hogy a 17. századra jellemző beszédmód volt az ilyenfajta zsidózáson. Ugye Sienkiewicz a szereplői szájába igyekezett a 17. századi lengyel nyelvet adni, és azt a fajta mentalitást. Na most hát ahhoz azért könyörgöm, azért hozzátartozott, meg gondolom azért Európa sok országa így volt ezzel, azért hozzátartozott a belső kisebbségekkel szembeni, hát ilyen atyáskodó, patriarchális hozzáállás, lett legyenek azok ortodox kozákok, vagy éppen zsidók, vagy éppen cigányok, vagy bármi más. Ugye Sienkiewicz nagyon igyekezett a lengyel nemességnek a dicshimnuszát zengeni, tehát lényegében az ő könyveiben azért a lengyel nemes katona áll az élen, a csúcson, és mindenki más hozzá képest értelmeződik. Most nyilvánvalóan azért a 19. század végén, hát nem ez volt az életideál, hanem a pénzkeresés, ha hihetünk a pozitivistáknak, akkor az anyagi felemelkedés jellemezte a lengyel polgárságot. Ugye Sienkiewicz kicsit kizárták maguk közül a pozitivisták, hogy ő visszanyúl a régmúltba, és ilyen hősjerényeket hangoztat. Szóval a lényeg, csak azt akarom ebből kihozni, hogy még ez a zsidó gyáros is ugye úgy áll hozzá a regényhez, hogy igen, tehát ez a lengyel nacionalizmus bibliája, és ez számunkra is irányadó, iránymutató. Most lehet, hogy persze mögött ott van egy kicsi sznobizmus is. Á, nem. Ugye, tehát nyilván a kívülállókban van olykor egy ilyen teperési hajlam. Ja, apropó, hát igen, ezt Alfred Dreyfus és ugye Sors Ignác, illetve aztán talán még inkább Sors Ádám példáján láthatjuk. A hallgatóknak segítségként, ha valaki esetleg nem látta a napfényizét, akkor ugye, feltétlenül egyrészt nézze meg, másrészt ugye ebből mondtál most két szereplőt, illetve a Dreyfus ügy az meg önmagában, mint történelmi esemény kell, hogy ismerősen csengjen, de valóban Polanski készített ebből azt hiszem legutóbb egy zsánerfilmet. Így van. De majd később fogunk foglalkozni, mert mi még itt még leragadunk. Azt kezdted el mondani, hogy erre a fajta elfogadjuk a kisebbségeket, elsősorban a zsidó kisebbséget, Európa minden országa reagált. Na most mit jelent az, hogy reagált? Tehát azért most is látjuk a hozzáállásbeli különbségeket, hogy akkor már ezek valahogy megalapozódtak, amit mondtál, hogy Németországban. Nem tudom, hogy ez az elzászi történet esetleg hozzásegítette ahhoz, hogy ne annyira kedveljék a zsidókat Németországban, csak mert mondtad, hogy ők nem annyira kedvelték. Tehát, az olaszszal összevetve, tehát, hogy az itáliai nemzeti mozgalomból, a itáliai patriotizmusból teljesen hiányzott ez a fajta idegen, tehát volt természetesen az osztrákok meg a franciák irányába, de hogy ez a fajta túlfeszített idegen ellenesség kevésbé volt markáns. Tehát túl vagyunk ugye a 19. század közepének a forradalmain, és akkor annak azt mondhatjuk, hogy van egy olyan eredménye, hogy talán az ember jobban szereti az embert. Bocsánat, hogy én most ugyanolyan romantikus gondolatokat fogalmazok meg, amivel vádoltuk a korabeli embereket, csak valahogy erre gondolok, hogy ahogy mondtad, korábban beszéltünk arról, hogy Amerikában hősként fogadták a lengyeleket, a magyarokat, mert egyáltalán a szabadságért harcoló emberek voltak, hogy egy kicsit tényleg lehetett ilyen, akár Európán belül is egy ilyen kultusza annak, hogyha valaki valamiért kiállt, és hogy mintha rendezzük végre ősi dolgainkat alapon, minden egyes ország, ahogy te is mondtad, ezt a reagált a kisebbségek helyzetére, az mondjuk pozitív értelemben veendő. De most lehet, hogy én csak megerőlegeztem a bizalmat például Németországnak, Nagy-Britanniának. Részben megelőlegezted, részben nem, mert lényegében ez a folyamat feltartóztathatatlannak tűnt. Nyilván itt az is szerepet játszott, hogy ahogy említettem, tehát azt látták a korabeli nemzeti gondolkodók, hogy a zsidóság tagjai azonosulnak a szülőfölddel, azonosulnak azzal a néppel. Például a görög szabadságharcot is támogatták az 1820-as években. Mondjuk azt hozzáteszem, hogy a görög szabadságharcosok körében meg igencsak voltak nem csak
török, azaz muszlim ellenes, hanem zsidó ellenes pogromok is, de ennek ellenére is, tehát kaptak támogatást a zsidóságtól, anyagit is, meg ember életekben is már, mint hogy mellettük harcolók tekintetében. Ugye Magyarországot most nem is kell külön említeni, tehát azt azért valószínűleg mindenki tudja, vagy sejti, Horn Ignác személyében még zsidó tábori rabbi is volt a honvédseregben. De hát ha már Németországot szóba hoztuk, azért volt egy Heinrich Heine is, meg egy Ludwig Börne, akik kiálltak ugye a német nemzeti mozgalom mellett, de ugye megjelentek a kritikák is, tehát ha már Németország, akkor azért a 48-as események másik szereplője, drezdai szereplője Richard Wagner, ugye később a klasszikus zene elzsidósodásáról értekezett ő, tekinthető a baloldali antiszemitizmus egyik futárának is, mert hogy ugye ő fiatal korában, 48-ban elég anarchista nézeteket vallott. Franciaországban amúgy nagyon érdekes, mert Franciaországban 1840-ben jelent meg az első dokumentált antiszemita mű, a Zsidók korunk királyai címmel, és ugye a cím már elgondolkodtató, mert ugye hát... Nyilván nem tisztelegni akart először. Igen, ugye Franciaországban azért a királyságnak az eszménye megrendült, ugye egy király giotin alá is került, tehát ugye nyilván a cím az erős utalás volt arra, hogy ma nem a valódi uralkodók jelentenek veszélyt, hanem hát azok, akik a pénzvilágot mozgatják. Aztán a igazán nagy antiszemita fellendülés majd 1870 után következik be, és akkor ugye belefutunk a Dreyfus perbe, hogy miért Alfred Dreyfust vádolták meg, mikor annyi más tisztet meg lehetett volna, azért, mert elzászi volt, azért, mert zsidó volt, azért, mert pont D-vel kezdődött a vezetékneve, ami azon az állítólagos német követségről kilopott okiraton vagy levélen rajta állt. Tehát egy nagyon sok véletlen vezetett ide, akkor ugye belefutunk a Charles Maurras által alapított francia akció megalapításába, ami az első nagyszabású francia antiszemita mozgalom volt, és akkor ugye ez a lavina gördül. Amúgy azt megjegyezném, hogy egyébként a zsidóságot is megosztotta a Dreyfus esettel, mert ugye voltak olyanok, akik ugye azt mondták, hogy de a hadseregnek mindig igaza van, mert Franciaország, és Franciaország az első. Nem, mert náluk van a fegyver, mindig annak van igaza, akinél a fegyver van. Igen, és voltak mások, akik meg azt mondták, hogy itt egy nagyon súlyos büntettet követett el a francia állam. De ugye a francia államot meggyanúsítani, ha valaki ezt tette, hát az minimum azt kockáztatta az illető, hogy szép kis pert akasztanak a nyakába. Hazárulás. Így van, így van. Egyébként voltak olyan hangok is, például ezt Jean Jaurès mondta, hogy hát milyen dolog az, hogy Alfred Dreyfus száműzik az Ördög szigetre, ha ilyen bűnt követett volna el egy egyszerű közkatona, azt már kivégezték volna, tehát az lenne a jogos, hogyha Dreyfust is kivégeznék. Tehát ezt a szocialista oldalról mondták, úgyhogy itt az antiszemita oldalról azért nem szerették Dreyfust, mert ugye zsidó volt, a szocialisták meg azt mondták, hogy ez a francia burzsoázia belügyi, aztán voltak értelmesebbek, mint Jean Jaurès, akit jó példája, hogy valaki megváltoztatja az eszméjét. Szóval az a lényeg, hogy ez megosztotta egész Franciaországot, és nem az volt a törésvonal csak, hogy antiszemita és filoszemita, hanem ez barátságokat tett tönkre, házasságok mentek tönkre, kartpárbajok tucatjait vívták. Akkor még legális volt, vagy akkor még már legális volt. Fogalmazzunk úgy, hogy a törvény tiltotta, de az úri becsület helyeselte. Ezért hajnalban föl kellett kelni, hát már ez borzasztó volt. Így van, így van. És egyébként ugye mindenki tudja Émile Zolának az esetét, aki a köztársasági elnökhöz írt a híres Vádolom című cikkét, ami után az ő nyakába is akasztottak egy pert, és a tömeg azt skandálta kint, hogy halál Zolára, halál a zsidókra. Algériában például francia telepesek és helyi arabok együttesen szétdúlták a zsidók üzleteit, és állítólag, de ez már lehet, hogy csak városi legenda, hogy Zola
halála sem teljesen véletlennek köszönhető, ugye szénmonoxid mérgezésben halt meg a feleségével, és hát azóta is hiszik is, nem is, hogy talán ez nem teljesen nélkülözte az idegen kezűséget. Hát csak azért mondjuk elég gyakori volt akkor ez a típusú figyelmetlenségből. Persze, kicsit mások voltak a korabeli energia viszonyok. Még egy picit Franciaországnál maradva, ha ugye ma megnézzük, nagyon sok muzulmán állampolgára van. Sokkal inkább ugye a muzulmánokkal kapcsolatos, mondjuk tolerancia az, amit megkíván a normális gondolkodás a franciáktól. Nem tudom, hogy mikor volt utoljára ebből nekik valami belső konfliktus. Tehát, hogy ők valahogy úgy asszimilálódtak, hogy nagyon erőteljesen megtartva az ő, ha nem is vallásukat, de persze a vallást is, hanem a szokásokat. A fiataloknál kevésbé, de ugye hát azért látjuk a burkát a lányokon. Azért érdekel ez engem, mert hát nyilván tudjuk, hogy a második világháború idején Franciaország természetesen ugye Németország ellen harcolt, és akkor ott a partizánok még ott össze is gyűltek. Szeretik ugye a franciákat így kikiáltani ilyen nagy zsidó mentőnek, elnézést kérek, hogy persze voltak, tehát hogy elég csak Marcel Marceau-ra gondolni, meg voltak nem ismert emberek is, akik ahogy minden országban voltak, és elkészült a Halo-Halo sorozat, ahol konkrétan ezt mutatták, hogy hát mi mennyire, de azért úgy felmerül az emberben, anélkül, hogy megvádolnám őket, hogy ugye Amerika is a kiállunk az elnyomottakért, a szegényekért című történet, és hát nyilván ők voltak a másik pólusa a világháború második felében, de hát ugye arra már többször kitértünk, hogy ne legyenek illúzióink, a 30-as években kőkemény antiszemitizmus volt az Egyesült Államokban is. Tehát, hogy igen, erről egy pár film kapcsán beszéltünk. Igen, és ezért érdekel az, hogy Franciaország akkor ezt hogyan tudta kezelni, hogy ő is úgy állt hozzá, hogy egyébként ő tök nem érdekelte a zsidóknak a helyzete, mondjuk például a második világháború idején, de mivel ő a másik oldalon harcolt, ezért ő volt a jó fej. Vagy pedig azért ott egy ugyanan elfogadás megtörtént, azon már túl voltak, miután már az antiszemita írások megjelentek. Tehát, hogy ezt a ciklikusságot próbálom átlátni, igen, hogy itt valószínűleg ez volt, hát, ugye, egy ilyen villámzás. Igen, igazából azt szokták mondani a történészek, hogy ekkora tehető a két Franciaország kialakulása. Tehát, hogy akkor jó ráéreztem. Igen, persze, jó, nyilván minden ilyen dualisztikus kettéosztás is, hogy visszautaljak, egy romantikusabb túlzás, de ekkoriban beszélnek arról, hogy egyik oldalon áll a szekuláris, világi, laicista és republikánus Franciaország, és a másik oldalon pedig ugye a mindaz, ami ezzel szemben áll, a nagyon katolikus, nagyon szélsőséges értelemben vett royalista, és a múltat visszaforgatni kívánó Franciaország. De most nyilvánvalóan persze gondolom mindenki számára kiderül, hogy azért ezek eléggé sematikus törésvonalak, mert hát ezek önmagukban véve is megosztott táborok voltak, azért nem arról van szó, hogy aki királypárti volt, az azonosult a egyház és állam összefonódásával, meg hogy aki köztársaságpárti volt, az nem mindenki volt toleráns felfogású, sőt, éppenséggel nagyon nem volt. Tehát azért ezek bonyolultabb dolgok, de hogy kialakul ez a séma, ugye, hogy kettő van, és akkor ugye te, mint polgár, válasz, hogy hova akarsz állni, ugye ezt ismerjük akár jelenbeli magyar viszonyainkból is, hát igen, hogy nem lehet semlegesnek lenni, és hát igazából a Vichy Franciaország megmutatta, hogy nagyjából az a erős republikanizmus mennyire tudta túlélni az első, hát nem az első, de az egyik nagy válságot, ugye 1930 hat a népfront után a francia jobb oldalon elterjedt az a gondolat, hogy inkább Hitler, mint a vörösök, és ugye amikor 1940-ben Franciaország összeomlik, akkor lényegében véve Franciaországban megbénul ez a köztársaságpárti idea, pillanatok alatt ugye megalakul a Vichy Franciaország, amelyik persze a német megszállók kegyéből ezt él. Ezt tanultuk Báb államnak, a töri órákon. Igen, de egyébként ez a Vichy Franciaország pereket indít a korábbi francia köztársaságpárti politikusok ellen, még a korábbi miniszterelnök ellen, és a korábbi miniszterelnök ellen egyébként éppen az ő miniszterelnök helyettese, Pétain Marshall indít pert. Ha már filmekről beszélünk végül is, akkor volt egy dokumentumfilm, ami a Vichy Franciaország
kikiáltása utáni napokban játszódott egy francia kisvárosban, ahol hát megkérdezték az embereket, és annyira pozitívan vélekedtek a németekről, annyira szitták Franciaországot, a francia kormányzatot, hogy ezt a filmet rögtön be is tiltották a felszabadulás után, és évtizedekig nem ismerték bemutatni. És akkor ugye tudjuk, hogy az egy hány egykori kollaboráns ott maradt a francia állam meg közigazgatásban arra hivatkozó, hogy na de a Vichy Franciaországa csak jót akart, csak meg akarta őrizni a nemzeti hogy erőforrásokat a háború utánra. Ugye az, hogy Hitler megszállta és integrálta a megszállt területekbe 42 végén, az ugye még adott egy ilyen plusz érvet ehhez, hogy hát 42 után azért más volt, mint 42 előtt. Szóval a lényeg, hogy igazából De Gaulle győzelmével szilárdult meg ez a francia respublika, és egyébként ugye onnantól kezdve van az, hogy ugye antiszemitizmus az közelébe sem férhet a francia állam eszmének, hanem egy valódi egyenlősséget emelték a piedesztára, és ez az egész Charmora féle neo-royalista francia akciós, ugye mindenfajta ilyen náci utánzatú tűzkeresztes, meg rengeteg ilyenféle francia szervezettel földíszített szélsőség eltűnt. Pár Ádámmal a jövő héten a 19. század végi közép-európai társadalmi berendezkedésekről, politikai viszonyokról eddig szerzett ismeretek birtokában vizsgáljuk meg, most már részletesen Szabó István a Napfény íze című drámáját. Ez volt már a Hangos Film mozgóképizmus, legközelebb ismét szombaton délután 13:30-tól várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják a rádió archívumában, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár Ágnest hallották. Viszont hallásra! Hangos film, mozgóképizmus. Műsorvezető Tímár Ágnest.